Matilda vagyok, és a mai videó hát egy vlog, gyakorlatilag meg inkább egy ilyen kis élménybeszámoló lesz. Hogyha követtek Instagramon, akkor egyébként már így nagyjából ki lehet találni, főleg a címből is, hogy miről fog ez a videó szólni. De kezdjük a legelején. Az Európa kiadó keresett meg néhány booktubert és bloggert azzal, hogy szerveznek egy VIP könyv bemutatót az egyik szerzőjükhöz, mégpedig Natalia Sherbahoz, aki az Óra Mágusok sorozatot írta. Ugye mutatom, csak nyilván úgy tettem ide a könyveket, hogy nagyon nem jól. Ezt a sorozatot, van a második, harmadik rész is. És ez a látogatás VIP könyvbemutató, ez a kis könyvbemutató, ez október 26-án esett meg. Szóval a mai videó gyakorlatilag ennek a napnak a vlogja, illetve élménybeszámolója lesz. Előzetesen én egyébként Natalia Sherbahtól szemeztem már ezzel az Órakulcs könyvvel, ugyanis olyan ukrán szerzőnek van jelölve, bár úgy van, hogy Fehér Oroszországban született, de vannak ukrán gyökerei, szóval ilyen orosz-ukrán származású, de olyan csak ukrán címke van rajta, úgyhogy így ahhoz tartom magamat. Tehát ez barangolás Európában miatt nekem ki volt nézve ez a könyv, de még nem olvastam, és akkor megkérdezték, hogy szeretnék ezen a könyvbemutatón részt venni, és természetesen igent mondtam, és akkor gyorsan be is szereztem az első részt, meg a második részt is. A második részt még nem olvastam, azt most kezdtem el, de az első részt gyorsan el is olvastam előtte. Szóval erről majd lesz egy barangolás Európában rész is, bár lehet, hogyha csak kiolvastam mind a hármat. Szóval ez itt teljesen jó kifogás volt egyrészt arra, hogy ezt elolvassam, másrészt egy nagyon-nagyon-nagyon szuper élmény volt ez a könyvbemutató. Szóval gyakorlatilag ennek a könyvnek az a sztoria, hogy ebben óramágusok vannak, az órával, idővel tudnak varázsolni, és ebbe csöppen bele a főszereplőnk Vasilisza, aki erről az egészről eddig semmit nem tudott, mert hogy történt egy időszakadás, aminek során a Föld ideje így ketté vált, valahogy így tudom elmagyarázni, és lett ebből az Eflara és az Ostala, én Ostalának mondtam, és az Ostala az a Föld, az ahol mi vagyunk, ahol nincs varázslat, és az Eflara, ahol az óra mágusok élnek, és ebbe kerül bele Vasilisza, és igazából honnan indulunk ki, legalábbis ezt tudjuk az elején, hogy van az az időszakadás, ami közeledik egymáshoz, tehát az Eflara és az Ostala közeledik egymáshoz, és ez azzal fenyeget, hogy az Ostala, össze-vissza mondom, be fogja kebelezni az Eflarát. Előzetesen ennyi a sztoriról, és akkor jobban arról az egész dologról. Szóval a 26-án ez úgy nézett ki, hogy nagyon örültem neki, hogy Ági is, illetve Edmond is jött erre az egész könyvbemutatóra, mert ez abból a szempontból nagyon jó volt, hogy mind a hárman Szegedről mentünk föl Pestre, Pestről pedig mentünk tovább az Európa kiadó szervezésében Pozsonyba, és így nem kellett egyedül felutaznom Pestre, hanem így hárman összebeszéltünk, és akkor együtt vonatoztunk föl a nyugatiba. Integessetek! Szóval igen, így indult ez az egész, hogy felmentünk a nyugatiba. Akkor ott találkoztunk Rékával, az Európának a marketingesével, aki ezt az egészet szervezte, illetve a sofőrrel, illetve Teklával és Desivel és Marcival, akik még jöttek, és onnan indultunk el Pozsonyba. A Pozsonyba menet amúgy egy kicsit hosszú volt az út, mert valami 3,5 órát mentünk. Na, szóval nagyon hosszú volt Pozsonyba a menet, mert valami útlezárás, vagy dugó, vagy valami ilyesmi volt, szóval nagyon nagyot kellett kerülnünk. És ez csak azért volt kicsit rossz, úgymond, mert mi a 6.45-ös vonattal mentünk föl Pestre, hogy 10-re ugye odaérjünk, 10-kor indultunk, és
Hát így később értünk oda Pozsonyba, mint terveztük, ami abban a szempontból volt kicsit szerencsétlen, hogy nekünk vissza Szegedre 3:48-kor volt utoljára vonatunk, tehát addigra vissza kellett érnünk Pestre, hogy elkapjuk a vonatot. Na és akkor Pozsonyban az írónő Natalia Serba a saját otthonában fogadott minket, nagyon... Szerintem elmondhatom mindenki nevében, hogy beleszerelmesedtünk ebbe a nőbe, mert annyira kedves és aranyos és csupa szív volt. Tényleg, tehát már odafele is láttuk az Insta sztoriában, hogy készült nekünk tortával, meg kis ajándékokkal, és nagyon-nagyon kedves, aranyos volt. Egyébként már az Európa kiadó is meglepett minket egy kisebb szeretett csomaggal, és abban az egyik ajándékunk az úgymond, nem úgymond, hanem az óratorony volt, ami az egész sorozatnak a harmadik része, és kb. Előtte nap jelent meg, hogy indultunk Pozsonyba, úgyhogy ennek mindannyian szerintem elmondhatom, hogy nagyon-nagyon örültünk. Kedvesek voltak Natália is, meg a férje és a lánya is, meg a macskájuk Thomas is. Odáig voltunk érte, nyilvánvalóan egy nagyon-nagyon aranyos cicájuk volt. Készíthettünk közös képet Natalia Serbával, aztán tartottak nekünk egy, vagy tartott nekünk egy prezentációt a könyvekből, és ami külön jó volt, hogy Teleki Anna is eljött külön, aki a könyveknek a fordítója, ami azért volt nagyon jó, mert ugyan a szerzőnő beszél valamennyire angolul, sokkal nehézkesebben értettük volna meg egymást, ugye neki is nehezebb volt, lett volna angolul elmondani dolgokat, mi is nehezebben tudtunk volna kérdezni, úgyhogy végül is ez úgy nézett ki, hogy Teleki Anna fordította nekünk, illetve a szerzőnőnek, amit mi kérdeztünk, tehát így orosz-magyar fordítás ment oda-vissza, és így sokkal könnyebben ment a kommunikáció, úgyhogy ez így nagyon jó volt. Szóval tartott nekünk a szerző egy kis előadást erről az egészről, akkor utána megkóstolhattuk azt a nagyon-nagyon finom tortát, amit sütött nekünk a családjával, és talán nagyon-nagyon finom volt. Odaadta nekünk a kis ajándékot, amit készített, egy ilyen, mondhatom, de majd közelről is, hogy egy ilyen nagyon-nagyon szép kis borítékot, amiben van kis matrica, illetve hogy milyen óramágus vennél ilyen kis teszt. Utána még lehetőségünk volt arra, hogy dedikáltassuk a könyveinket, úgyhogy nekem én aláírattam mind a hármat, így szerettem volna, úgyhogy azt még belepréseltük az időbe.
Pozsonyban ilyen városnézés nem volt idő, meg igazából egy ilyen 2,5 órát voltunk ott az írónőnél. Sajnos többre nem jutott idő, mert nekünk vissza kellett indulnunk. Vagy hát miattunk igazából az egész csapatnak vissza kellett indulnia Pestre, hogy elérjük a vonatunkat. Visszafele szerencsére nagyon gyorsan odaértünk, úgyhogy ez a nem volt probléma. A határátkelés is nagyon egyszerű volt, mert azt hittük, hogy most így a járványhelyzet miatt ugye kellett kitölteni ilyen online regisztrációt, meg ilyeneket, de igazából senki nem kérte el, tehát csak így átzúztunk a hídon, odafele is, meg visszafele is a határon, és senki iránk se nézett, úgyhogy legalább azzal nem ment el plusz idő. Aztán még, hát visszafele fölmerült ágiekban, hogy ők pizzáznának, úgyhogy szerencsére, mivel időben visszaértünk Pestre, volt időnk még pizzaszeletet keresni a vonat indulása előtt, úgyhogy boldogok voltunk, mert lett pizzaszeletünk. Visszafele meg már igazából az út felét, hát a többiek átaludták, én pont nem aludtam. Nagyon kifáradtunk. Ja. Ez már az off. Elmondtál, hogy elkezdtem a vlogot, igen. Sziasztok! Igen, és akkor iratkozzatok fel. És akkor iratkozzatok fel Edmond könyvkockójára, reklám helyett. Visszafele már nagyon-nagyon fáradtak voltunk, mert igazából, hát én például hajnal 5-kor keltem, úgyhogy hosszú volt a nap, és olyan 3:45 körül értem vissza a koliba. Úgyhogy egy jó menet volt az a keddi nap, viszont nagyon-nagyon sok jó élménnyel gazdagodtunk szerintem, mert tényleg nagyon-nagyon jó volt az egész. Tehát mindenki nagyon kedves volt, tök jót beszélgettünk útközben is. A szerzőnő is, mondom még egyszer, hogy egy tündér az a nő, de szó szerint, mert hogyha valaki megnézi az Instagramját, akkor még ilyen virág koronákban is vannak róla képek, és tényleg olyan, mint egy tündér. Szóval mi nagyon megkedveltük Natália Serbát, és nekünk a könyve is nagyon tetszett. Vagy hát nem a könyvei, a könyve, mert Ági tart talán legelőrébb a sorozatban, de ez az első rész, ez például nagyon-nagyon jó volt. És alig várom, hogy olvasassam tovább a másik kettőt is. Ezután is szeretném megköszönni az Európa kiadónak, hogy erre így biztosítottak lehetőséget és megszervezték, mert egy nagyon szuper élmény volt. A szerzőnő az mondta, hogy nagyon szereti tartani a kapcsolatot az olvasóival, és igyekszik mindenkivel kommunikálni a saját nyelvén. Magyarul még nem tud, mert az hát egy elég nehéz nyelv, azt mindenki szerintem elismeri, hogy nehéz megtanulni is. Szóval mondta, hogy angolul és Google fordítóval, de megoldja az ilyeneket is, úgyhogy nagyon aranyos volt. Az egyetlen, amit most nem tudok megmutatni az ajándékaiból, az a mézes kalács, mert az sajnos visszafele összetört. Úgyhogy ezt a vonaton elfogyasztottuk, egy ilyen nagyon szép meg kidekorált hópihe volt egyébként. És nagyon finom is volt, és amúgy nagyon kedves volt a szerzőnő, mert tettem ki képet Instagramra, amit Ági készített rólunk. És aláírtam, hogy sajnos meg kellett tennünk, mert összetört. És nagyon-nagyon cuki volt, mert aláírta a kommentbe, hogy örül, hogy ízlett és szeretettel készült. Szóval ebből is látszik, hogy annyira kedves nő. Annyira kedves is. És mutatta a prezentációban is a képeket, videókat arról, hogy hogy néz ki például egy... Hát most meg nem mondom, hogy az talán a moszkvai dedikálása volt, hogy kígyózó sorok álltak. És hogy volt olyan, hogy több mint 800 könyvet kellett egyszerre dedikálnia. Igazából ez egy olyan könyv, amit, hát azt mondta, hogy olyan 3 millió példány kelt el belőle, és akkor ebbe az e-könyvek nincsenek beleszámolva. És ráadásul elvileg Oroszországban ez a könyvsorozat a második legjobban fogyó a Harry Potter után. Tehát ez gyakorlatilag az oroszoknak a... Nem a Harry Potter-e, mit mondtak a többiek. Edmond meg Ági azt mondta, hogy ez az oroszoknak a Leiner Laurája. Ezt én nem tudom megerősíteni, mivel én nem olvasok Leiner Laurát. Mutatta a többi könyvét is, amik nyilván ugye megjelentek már kint. Úgyhogy tényleg egy nagyon-nagyon szuper és fantasztikus élmény volt, és nagyon örülök, hogy erre így volt lehetőségem elmenni, és el is tudtam menni. Mert tényleg ez egy ilyen egyszer az életben, vagy hát ha nem, remélhetőleg még fogunk máskor is találkozni Natália Serbával, amikor mondjuk jön Pestre, vagy valami hasonló, mert mi nagyon megkedveltük. És nem tudom, hogy Edmond bele fogja vágni a videójába, de visszafele már nagyon fáradtak voltunk, és ami ebben a borítékban van, ilyen születési dátumod alapján milyen óramágus, vagy teszt, vagy hát nem teszt, hanem ilyen mindegy,
Visszafele egy ponton ezt ilyen kamórosz akcentussal elkezdtem felolvasni, úgyhogy nem tudom, hogy azt Edmond a sajátjába bele fogja vágni. De visszafele már nagyon fáradtak voltunk, úgyhogy igen, az már az vicces volt. Szóval az egész utazás is nagyon jó hangulatban, tehát az egész nagyon szuper volt, nagyon jó volt. Úgyhogy egy igazán tartalmas nap volt ez a keddi. Hát röviden, tömören nagyjából ennyi volt ez a keddi nap. Hogyha valamit kifelejtettem volna, akkor semmi gond. Majd belinkelem a többieknek is a beszámolóit. Ágié már kiment, úgyhogy azt már biztos le fogom tudni oda linkelni, illetve Teklának is van már posztja lóra, de majd a többiekét is megtaláljátok a leírásban, ha kikerülnek, és akkor szerintem ők sokkal összeszedettebben beszélnek erről, mint amilyen összeszedett én szoktam lenni, de se baj. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal, addig pedig olvassátok az Óramágusok sorozatot.